2019. szeptember 21-e délután 3:30, nem már 3:45 van, kezdődjön egy hétvégi kalandtúra, a sátor tesztelés lesz a mai program, úgyhogy a vízipacit most egy fél óra alatt felszereltem, és behúzom a vízre, hát így néz ki nagyjából szárazon. Fent van a grillező, ha még időben odaérek, akkor lesz grillezés is. Szék, asztal, amit akarsz, minden föl van szerelve. Van ugye már kis szállítókocsim, ezt is kipróbálom, hogy hogyan működik a valóságban. Úgyhogy felkötöttem ide a hűtőszekrény is, itt van a műszaki tartozékok, chips, minden van nálam. Úgyhogy haladjunk, többit meg majd folyamatosan mesélem. Hát van súlya, baszki. Nem húzogatnám el kilométereken keresztül, nagyon jó, már most meg is érte. Ez azért jó, mert a festett lapátról ilyenkor le is jön a festék onnan az aljáról, már múltkor tapasztaltam, mert valamit ki kell találnom az ilyenekre, hogy ne történjenek ilyenek meg a jövőben, úgyhogy na, próba tovább. Nem is tudom, hogy ezt húzzam, vagy toljam, de kurva nehéz, azt a szentségit. Még terve az volt, hogy még egy kilométert is akár el tudom húzni, vonni, de szerintem akkor azt úgy kell megcsinálni, a kerék az jó expodál. Ez egy ilyen műanyag, hát ilyen gumikerék van, de nem felfújhatós. Szóval nem felfújhatós, hanem ilyen műanyag, gumiszerű inkább. Fasza úgy néz ki, valami 80 kilót bír el. Hát majd meglátom, hogy expodál. Fogjuk, az körülbelül olyan 200 métert kell kitolni a vízre. Hát nem könnyű, baszki. Hozni kellett volna a bőrön mérleget, és akkor meg lehetne állapítani, hogy hány kilót emelgetek így. De mindegy, jobb, mint egyesével oda szaladgálni a vízhez. Nyugodjál meg, minden szana széthullik egy bakkanástól. Hát ez a lapát, ez agyamra megy. Csend és nyugalom van a vízen, szélcsend legalább. Tudok majd fölfel haladni a Tiszán. Mutatom azért, mert illeg-billeg. Na, akkor vízre szállási engedély megvan. Megyünk befele, hátra itt is befogunk a picsába. Lefeneklik. Mondtam én. Nem egyszerű történet. Na, akkor ami behullhat, az be is hullik, úgyhogy kikötöm magam erre a szarra, azt megyünk. 4 óra. Jó lenne egy óra alatt felérni, 4 óra 5 perc. Ugye 4-5 kilométerre van ide a sziget. És ez a zeneszó, kérem szépen a Balneumba. Menünk kifele. Tolatás. Jó, benőtte már ilyenkor a vízönövény a felületet. De hála jó Istennek. A folyón nem lesz ilyen probléma. Ott nem kell ilyenek között tevezni. Juhé! Kint a szabadba. Kint a vizen. Gyorsan egy jobbost. Csikanyar csinálunk, és ráfordulunk a csatornára, amely másfél kilométeres, és utána kivisz a élő Tiszára. És onnan megint indulunk észak irányba. Itt lesz majd ugye, már lehet, hogy a másik videóban elmondtam, a kerékpáros út a Tisza körül. Itt látható, nem tudom, a kamera mennyire mutatja ugye a vízi növények, most nem tudom, hogy ennek mi a neve, vízi szőlő, vagy valami ilyesmi, nagyon benőtték a vízfelületet. Még előbb, ez egy ilyen úszó növény, ennek nincsen így lefelé így gyökere. És a vízfogdásával halad. Úgyhogy azért szoktuk össze gyűlni egy helybe. Nyugodt a víz, kellemes az idő. Kb. 20-21 fok van. Hát majd kíváncsi leszek este. Hány fok lesz? Hogy bírom? Na, kíváncsi leszek a sátorra. Mert ugye a cél most egyelőre az, hogy a sátor is, hogy milyen. Milyen benne hálni, milyen gyorsan lehet fölépíteni. Hogy működik az egész deszka megpakolva. Most haladtam át a 33-os főút alatt, ugye? Tiszafüredi főút alatt. Úgyhogy most egyelőre lájtosan hajtok kifelé, nem megerőltetem magamat, hogy bemelegedjek. Jönnek-mennek kis csónakok a csatornán. Az öregtől kérdeztem itt a horgásztól, hogy hívják a
szigetet, ahova megyek, jól láti sziget. De lehet, hogy rosszul értettem, mert már ez a csónakmotor is itt belezúgott nekem a képernyőbe. Na, meglátom. Beindul itt a beszélgetés, kérem szépen. Mindenkivel, úgyhogy megint az lesz, hogy nem haladok semmire se. Csak a duma. 4:30-ra kiértem az aranyfényekbe. Hát szép. Összívják aranyfénynek, nem tudom a kamera mennyire adja vissza. Hogy már ilyen naplementekor ilyen sárgásabbak a színek. Süt a nap. Irány, horány, fölfelé. Folyással szembe, ahogy szoktam. Szerintem átmegyek a túlsó oldalra, hogy majd meglátom, hogy honnan süt jobban a nap. De legalább addig is melegítsen. Mindenhol vannak 2-3-400 méterenként horgászok, kutyogatnak, lógatnak, meg amit csak bírnak. Próbálkoznak leginkább. Próbálkoznak. Megy itt a kutyogatás, kérem szépen. Csónakból. Búláti sziget. Búláti. Elfelejtem, hogy búláti, mint a marha. Búláti sziget. Na, oda megyek. Hoppá! 4:45. Felértem a szigethez. Azt hittem még messzebb van, mert volt itt jobb oldalt, a másik videón lehet látni, a hatalmas, hát nem biztos, hogy akkor be volt kapcsolva, de én már tudom, egy éve itt volt jobb oldalt egy hatalmas ilyen szemétkupac a vízen, ilyen kidőlt fák össze voltak akadva, úgyhogy abban meg tudott akadni a műanyagpalack jobbról-balról, de úgy látom az elmúlt egy hétben ezt kiszedték, vagy két hétben. Biztos a uszályokról, amik a hidat emelték be. Na mindegy, itt van előttünk a sziget, aztán megpróbálkozok valami jó sátorozó helyet kinézni, hogyha van. Először elindulunk jobbról, mert itt jobb lenne jobb oldalt lesátrazni, mert ugye reggel a nap az innen jön, és akkor reggel legalább fényesebb lenne az idő, meg a film is. De így ahogy belenézek, itt eléggé bokros, meg mit tudom én, szóval... A bal oldalán ott lesz szerintem, de én jobbra akartam ugye a reggeli napfelkelte miatt. Na mindegy, szétnézzünk azért, hogy mi a helyzet. Mert hogyha minden szakad, akkor gyorsan beszaladunk a 9-esre, ahol 2-3 hete kempingeztem, mert az legalább jó hely. Az bevált. Itt van a legelején valami. Pont a sziget csücskébe. De fordítom. Hogy ez itt milyen lehet. Van egy kis nádas. Mindjárt körbenézem. Még ki lehet menni normálisan. Aztán hogy van a sátornak mondjuk a... Hogy épp elférjünk-e sütögetni. Mert amarra nagyon benőtte a gaz. Mindjárt így körbejárjuk, mekkora ez a terület. Hát... Aha. Dá. Nagyon picike ez, nem jó. Elindultam itt jobb oldalt, hát egyelőre csak ilyen bozótos van. A parton. Bozótos part van. Felértem a szigetnek a felső csücskébe. Hát legalább megint csak megszopattam magamat. Úgyhogy sátorozó hely az itt ezen nincs. De ahogy nézem, a Tiszának a bal partján sincsen semmi. Mindegy, nem tudom, hogy most mi legyen. Gyorsan döntök, hogy az lesz, hogy akkor itt kirik be a 9-esre, azt a múltkori helyen sátorozunk. Hát itt szemben van kettő kapásból ilyen faszahely, horgászhely, de mind a kettő foglalt. Úgyhogy most
az nem nyert piros hangszórót. Szeretem folyamatosan szopatni magamat. Ez benne van a pakliba. A rögtönzési készségemet fejlesztem legalább. Na, bent vagyunk a 9-esen. Most jöttem át a zsípen, aztán megtudtam, hogy a gát felől be lehet ide jönni gyalog is. Jó volt tudja az ember, azt így gyalog jött behorgászni. Annyi. Úgyhogy hát szerintem még egy kilométer lesz a sátorozóhely. Egy kilométer az lesz. Hát szeretem én magam szopatni, baszki. Hát olyan mondom, de mindig ez van. Mindig. Hogy valamit eltervezek, aztán persze nem úgy sül el. Most jöttem lefele, nem is kapcsoltam be a kamerát. Volt egy hely, ahol volt a szigeten egy plac baloldalt, de hát baszki, egy méter volt a vízszinttől a különbség a placig. Hát én oda ezt a nehéz deszkát nem tudom felhúzni a vízről. Úgyhogy az ilyenek, ezek felejtősek. Még ez a sátorozós hely, ahol voltam a múltkor, ez még úgy épp határeset, azt ki tudom emelni, de most ilyen méter magasra, hogy a tökönbe? Annyira nem akarom most itt helyette szerelgetni szét jobbra-balra. Na mindegy. Szerintem nem vagyok még készítben, még a csevapcsicsit is meg tudom sütni. Meg így, hogy hűvösebb van, itt talán kevesebb lesz a szúnyog is, de van nálam szúnyogölő is. Vagy szúnyogírtó, minden van nálam, kérem szépen. Úgy meg van pakolva ez a deszka, mint a húzat. Ki leszek izmosodva rendesen. Közben egy jobb oldalt megint egy párral találkoztam, horgásztak, ezek is gyalogítek be. Úgyhogy mondtam is, hogy én akkor mégiscsak bentebb megyek. A kisebbségi többség nem fog besétálni éjszaka. Jó tudni. A térképen, ahogy eddig néztük, ahol aludtam, ott az elég messze van mindenhez képest. De hát, ha be lehet mindenhova sétálni, ezt nézzük, már megint milyen gép jön itt. Már valami horgász csónak vagy mi a tököm lehet az öreg. Van ezen ponyva is, meg a faszom tudja, ami van. Mindjárt megmutatom, hogy milyen, hogy néz ki. Ketten vannak benne. Hello, szevasztok! Hogy? Ja. Ez igazság, hogy a bácsinak több füle volt, mint foga. Több füle volt, mint foga szerencsétlennek. De mondta, hogy elég jó megy. Ennyi. Kész. És mentek tovább. Ó, jobban is mehetne már, kérem szépen, már jó lenne ott lenni. Ha jönnek a taknyok, majd figyeld meg, a csajok kesztyűbe meg sapkába ülnek, majd nagy kavádba a csónakba. Majd mindjárt elmegy mellettünk. Tényleg, hogy fáznak. Ezek már most fáznak. Én nekem melegem van. Ez a rosszú ujjú vizes póló van rajtam, meg rövid katya, kész. Meg a úszócipő. De jó, melegem van. Már most nem is merem megnézni, szerintem már 2 órája biztos, hogy evezek. Olyan 10 kilométert megtettem. Mert a Balna útól ez 8 kilométer, a sátorozóhely, ugye még megkerültem a szigetet, 8-9 kilométer biztos, hogy bennem van. Ha most érünk ide a sátorozóhelyhez, azt hiszem. Ha minden igaz. Remélem nincs itt senki. De az a következő probléma, hogyha valaki itt fog baszkódni. Na, mondtam én, nagyon fasza, úgyhogy itt akartam aludni. Hát itt nem lesz alvás. Ők is itt alszunk. Itt a szopó.
hát ha van még lehetőség, még itt balra volt egyszer, meg itt jobbra volt az öreg, ahol horgászott. Aztán ha se, akkor most nem tudom már, hogy hova kéne menni. Akkor lófasz az egész. Valahogy nem jönnek a fenába össze dolgok. A múltkor a másik videóban itt jelzett, ahol az a nagy bodega van, a kapás jelző. Itt volt az öreg, itt interjú voltam reggel, viszont nagy szerencsém van, mert itt baloldalt van egy plac. Itt meg az öreg asszony vizét pecázottak fel a hajóval, úgyhogy itt le tudunk parkolni itt a kanyarba. Na, úgyhogy minden megvan oldva. Ennyi. Fasza. Kima plac, kilátás, amit akarsz. Akkor legyen róla videó, igaz? Ahogy kihúzom a partra a deszkát. Beforgatom. Faszán. Aztán próbálom megemelni, ezt kihúzom. Így. Nagyon jó. Úgyhogy itt lesz a plac fönt. Nagyon fasz a sátorozós hely, deszkát el tudom rakni. Itt vagyok a kanyarba, ott egy horgász. Úgyhogy prima, szerintem. Végeredményben nagyon jó. Van itt ösmény, szaroda, amit akarsz, minden. Nagyon jó, prima, füves. Lehet sütni, főzni. A pakolásról is kell videó, hogy hogy készül itt a sátorállítás, meg a táborhely, meg ilyenek. Úgyhogy most már szerintem gyorsabban fog menni, mint a múltkor. De már asztalom az már van. Szerencsére. Összerakjuk a sátrat, faszán. Nem tudom most fejből hány literes, 25 literesben van beletekerve a sátor. Benne van a matracom. Benne van a kis fejpárna. Itt a sátor. Így azt mondjuk gyorsan összenyomjuk. Mentő mellényt azt miért nem veszem le? Mindegy. Jó van az. Kell. Jobban tudok terelni benne. Ez a külső része, ez nem kell most. Így előre. Jó, meg azért alá kell, várjál. Egyik szőjön kurva jó, de már most mindegy. Ez a sátor alá kell. Szint a színnel. Ez az egyik oldal az piros színű, a másik meg ilyen rozsdamentes vagy szürkének hívják, mint a szürke. Gyorsan összepattintjuk, ha gyorsan megy. Fasza, nagyon jó. Jó drága. Legalább gyorsabb, mint a dekatlonos. Na. Akkor ide jövök. Van itt egy piros. Nem, ez most szürke. Akkor a szürkét fogom ide tenni. A sátorban itt egy szürke. A másik oldalán ugyanez az. Piros. Aha. Így. És akkor a szürkét fogom. Azt meghajtom erre. Így. Jó, az meg. Na. De beleakasztom. Piros meg kiakadt. Úgy látom, de nem baj. Ebbe beleakasztom, azt nem látom. A pirost. Pirosat. Így.
kész tűz rajt. Úgyhogy szét van nyitva. Felpattingatjuk. Aztán végeredményben majd, hogy nem ennyi lesz a történet. Öhordó sátor. Nyáron nem muszáj hozni a külsejét se, mert ugye ez szúnyoghálós. Így jó szellőzik. Csak így ennyiből is fent lehet tartani. El lehet benne aludni. Most van még itt a teteje. Így. Ugye a távolabb teszem, hogy lehessen látni. A szúnyog meg már szerintem már megcsípett, de mindegy. Aztán kész, ennyi. És mindjárt fogjuk, kihúzzuk az egészet. A hűtőtáska az még kint van, meg itt van a nagy táska. Meg az ételhordó. Úgyhogy nem is tudom már mit csináljak most így nagy hirtelen, mivel folytassam. Na mindjárt kitalálom, ezt le kell venni innen. Gyorsan elővettem a perzselőt, most hoztam ilyen perzselőt is. Ne kelljen szarakodni. Meg tölgyfát hoztam. Most leégetem gyorsan. Meg hoztam brikettet. Csak mondom, hogy míg pakolászok, addig az a tűz is készüljön már a parázs. Na, akkor kezdjek neki. Közben azért veszem az eseményeket, mert pakolászok, meg a parazat csinálom, ugye? És van ajvár, de a Csevap csicsihez azt írják, hogy kéne hozzá egy fej vöröshagyma. Úgyhogy most gyorsan a vöröshagymát megpucolom, és felkarikázom, megsózom. Aztán majd megint legyezem egy kicsit a parazsat. Mutatom, hogy milyen a parázs. A brikett az már egész jó. Még egy kicsi, egy 5 perc addig kész vagyok, azt csinálhatom a Csevap csicsit, már húst kivettem a hűtőszekrényből. Hagyma pucolás megvolt. Olyan fasz a Aldis műanyag szeletelő lapom van. Héten szereztem. Így. Beletesszük a tálkába. Nagyon prima. Na, ez megvan. Kivettem a húst. Azt megpróbálok belőle valamit formázni. Így utólag már eszembe jutott, hogy miért nem vettem én valami gumikesztyűt. Azért csak faszább lenne. Természetesen ilyenkor nem lehet hurkapálcikát se szerezni égen földön, mikor venni akarsz. Lidlben se volt semmi lófasz. Mindegy. Most nincsen csipeszem se. 30 dekát hoztam el a héten, két napja bekevertem. Kétharmad marha, egyharmad sertés, hús, darált hús, só, bors, fokhagyma van rajta. Lesz olyan büdös a kezem, baszki. A múltkor, mikor csináltam, most gyúrtam kézzel, vagy 5 percig. Itt hallod, hogy két napig nem jött le a fokhagymaszag a kezemről. Na mindegy. Annak már kiraktam ilyen higiéniás izékendőt, majd azzal megpróbálom kezet mosni. Fasz a csend van. Jó idő van, nincsen hideg. Nem akarom rárakni még külön, mert akkor össze-vissza sülnek meg. Meg itt nincsen szúnyog egyelőre legalábbis, de már ilyenkor azért nyáron már volt rengeteg szúnyog. Szerintem már most nincsenek, már most hideg van. De, vagyis hogy úgy hideg van, hogy hidegebb van, mint nyáron. Nem fázok most egyáltalán. Kurvára nem fázok. Rövid gatya van, zoknit vettem föl, meg a szalomcipőt elhoztam magammal. A másik, a vizes cipő, az ugye vizes volt. Csak beleléptem a vízbe egy picit. De nem fázottam ma egyáltalán. Nem mutatom, hogy mit csinálok.
lassul. 8-9 darab van. 6-8-9. Remélem jó megsülnek. Lájtos a tűz is. Faszal, majd lehet forgatni. A csevapot. Csevap csicsi. Na nézzed. Mutatom akkor, mit csinálunk. A csevapot. Jó. Jó, hát ezzel a kamerával meg nem csinálom a videót, kérem szépen. Tessék. Tessék. Már a Facebookra is tettem föl, vagy most töltöm föl. Hát prima, szerintem ez így jó is lesz, nem? Mi? Egész jó néz ki. Szerintem fasza lesz ez így ma. Nem sütöm tovább. Na most itt van egy negyed órája. 20 perc, vagy nem is tudom, hogy mennyi ideje. Jöjjön akkor egy kis fejlámpás vacsora, kérem szépen, mert fejlámpából nem vacsoráztam már ezer éve. Hát így azért nagyon vékony, úgyhogy inkább felrakom. Kész vannak a csevap csicsik, kérem szépen. Hoztam csibattát, az friss volt a Lidlbe, akkor hoztam hagymát, ugye, meg itt van az ajvár, ez a kania. Ez a Lidl is 300 valamennyi forint, de van csípős, meg nem csípős, én csípőset választottam, de egész jó, nagyon prima, én otthon megkóstoltam. De most megkóstolom a amit sütöttem. Még egy picivel több szódabikarbóna kellett volna bele. Rég csináltam már ilyet. Ki kell ezt is tapasztalni, gyakorolni. Egyszerű az elkészítése, jó. Sok a fehérje benne, az kell most. Ez jó csípős. Lámpa, fényes vacsora. Mit akarsz? Nincsenek szúnyogok. Egy csöppet sincs. Nagyon jó. Mikor megjöttem, akkor volt egy kettő. Azóta semmi. Nem is fázok. Maradjon is ez így. Legyen jó idő ma este. Prima, nagyon. Szerintem ez elég lesz mára. Bőven. Komolyan mondom, már ezért megérte kiszabadulni. A szabadba. Az egy büdös helyzet, hogy kifogott rajtam a csevap csicsi, úgyhogy kettő darab maradt, meg egy kicsi, elteszem félre. Este 9 óra van. Még iszom a szarist, mert az is van. Fejlámpát szerintem rajtam hagyom éjszakára is. Már otthon is ebbe fogok közlekedni. Jó, hűvös van már, hallod. Nem tudom, nem néztem meg, de biztos van már, vagy 6-8 fok körül. Leheletemet látni, akkor mennyi lehet? Akkor már egész hűvös lehet. Mindjárt elfogy a sör, bemegyek, aztán felfújom a matracot, meg ilyeneket, majd onnan bentről közvetítünk tovább. Csend van, horgászok horgásznak, kígyók kígyóznak, most ennyi, most egy telen. Na, akkor itt fel kell húzni, meg ott el lehet húzni jobbra. Ezt így kell bemászni a sátorba. Kérem szépen a sátorba. Na, várjunk, mert akkor ezt a külső szartot kell húzni. Ja, aha, lehet föntről lefele, ha csak benyúlsz. A tolvaj, mikor benyúl, akkor csak föntről lehúzom. Meg így. A száncipőmet kint hagyom. Néha.
Mindjét azt viszont behozom ezt a műszaki berendezéses táskát, a feketét, ebben vannak a cuccok. Na. Kérem szépen. Akkor mivel kezdjük? Matraccal? Matraccal kezdjük? Nem, fejlámpa, vagy mi a... Mindjárt ide csinálom fényt és pompát, kérem szépen. Várjál már, de nincsen a mennyezet, de itt van a mennyezeten itt. Ja, jó. Prima a világítás, remélem. Ez prima. Nem oda világít, ahogy kéne. Világítsa rám, barátom. Na, dekatlonos kis fejpárna. A múltkor ugye kiszakadt. Úgyhogy ez ilyen prémes. Prémes. Fel kell fújni. Jó sör, szagú lesz. Benne a levegő, baszki. Mint egy szonda. Nagyon jó. Itt van egy ilyen kis izé van rajta, ilyen dugó, ezt berakom, kész, fasza. Jó, prima, nagyon jó. Akkor jön a dekatlonos matrac, ultralight, 60 deka, 2 év garancia rá. Ez nagyon fasza hallott, 12.000 forint volt, azért a fejvárna ez 4.000 forint. Ez is 2 év garancia, a húzatot ki lehet most, minden lehet menni róla, és nagyon jó tapintású, meg kis vékony szivacs is van rajta. Ezzel 2 darab izé van rajta. 2 darab, mindjárt a fejlámpát felkapcsolom. 2 darab szelep van rajta, az egyikkel fölfelé, a másikat meg ha kinyitom, akkor leereszteni kell. Igen. Ez is reggelre se enged le, úgyhogy ezt is pillanatok alatt föl lehet fújni a múltra. Nagyon faszak. Kérdeztem a gyereket a boltba, hogy mondom, bazd meg, ez nem kell ilyen valami lófasz, amivel felfújod. Nem, nem, azt mondja, szálljal, de figyelj, pikpak fel lehet fújni. Keményíteni faszán. Nagyon még, hogy 2-3-at fújok bele. Kész. Ennyi. Na, mennyi volt egy perc? Kurva jó. Nagyon fasza. Nagyon csípem. Mikor kipróbáltam, ez nagyon jó volt. Lapát pedig a félre rakjuk. Kenyér van még itt. Lépteszem a fejre, azért szemüvegem ezt. Ide! Ennyi. Még egy bombi. Hoztam téli zoknit. Nem tudom, majd felveszem-e a téli zoknit. Meg itt van a hálózsákom. Ezt majd meg kell raparálni, azért végig meg kiszakad belőle a hevedet. Ezt is össze lehet fúzni, ez McKinley-s, ezt a sport, Intersportba vettem, ahogy 2 éve. Ez meg 14.000-ről volt leárazva 9.000 forintra, hát a komfort az plusz 10 meg 13 között van. Mindjárt megnézem, azért bekapcsolom a Brighton. Hány fok van? Mindjárt bekapcsoljuk. Megmondja, hogy hány fok van ide bent. Addig meg közben ezt pakolom kifelé.
Elég jónak tűnik, majd kíváncsi leszek éjszaka, hogy mennyire fog benne fázni, vagy nem fázni. És nézegettem már kisebbeket, vagy valami, de súlyban, de térfogatban viszont lehetne kisebbet. 11 fok van. Tessék. 11 fok van. Nem tudom mennyire látni. 11 fok. Megvan Bokinak. Bokinak elküldöm, hogy 11 fok van. Bokinak. Na akkor. A téli zoknit azt kikészítettem ide. Jobbra. Balra. Bebújtam. Hálózsákba, krímel. Fasza. Kíváncsi leszek, hogy merre lejt, vagy hogy lejt ez az egész. Nagyon jó egyelőre ez a sátor. Hát ez nem volt egy jó választás. Ezt otthon levágom előtte, olvasom, hogy mi a felszólítás. Ú, de jó ez a párna, baszki. Nagyon jó. Fasza. Tetszik. Fasza. De jó már feküdni, bakker. Hát, bazd meg, délelőtt fájt a fejem. Kurvára. Mondom, bazd meg, hol menjek, vagy hogy legyen. Azt sem tudtam, hogy hol menjek evezni, de mondom, a sátrat azért csak ki kellett volna próbálni. Na mindegy. Bevettem fejfájdalomcsillapítót, meg elmentem vitaminé. Talán, hogy figyelj, egy másfél óra alatt összepakoltam. Ott van a cuccokat. Ők nem is volt nagyon szétpakolva fent a padláson, de azért mégis be kellett a kaját pakolni, meg a cuccokat újra, ruhát, ilyeneket, összehajtani a szapot, mert felfújva tárolom, ugye. És szerintem egy másfél órát, másfél-két órát összecihelődtem, és úgy indultam el. Aztán videón lehet látni, hogy hát amit eltervez az ember, az soha nem úgy történik. Mi a fasz az itt bent valamit, lehet itt akasztani rá? Ja, vagy lehet venni valami kiegészítőt, amiből beleakaszthatod. Aha, buszba. Ők nem adnak hozzá. Na, majd mindegy, majd valamit kitalálok, ide lehet akasztani a mennyezetre. És... vagy csiptetni, vagy mit tudom én, na mindegy. Jó, faszalm úgy. Azt mondta, hogy lehet ilyen gadgetszak is. Ja, ide lehet rakni. Aha, itt a... ja, jó van a fejemhez. És... hát ez van, látod. Kiterveltem a szigetet, de hát a sziget felé nem is voltam mostanában, úgyhogy most mégis lett volna jó a sziget. Nem. A sziget felé nem voltam, tavaly voltam a sziget körül. Viszont ott semmi nincsen, ahol ki lehetett volna rakni, ugye. Na, mindig szivatom magamat. Ilyenekkel. Tudom, ne basztasson a szent villámat. Na mindegy, de hát így végeredményben jó sült el, mert ahol voltak, ugye itt, ahol a múlt héten voltam, vagy két hete voltam. Hiába, hogy ott voltak, de egyből találtam ezt a helyet, ami még szinte faszább is. Hát mondjuk reggel nem fog ide sütni a nap, de már most mindegy. Viszont nincsen szúnyog. Hideg az van, de nincs szúnyog. 11 fok van ugye. Úgyhogy ennyi. Ennyi a mai napra. Holnap szerintem nem kell korán kelnem, mert most mi a tökömnek kelljek korán. Reggel úgyis hideg van. Aztán tojásrántotta lesz, kolbásszal, szalonnával, van még paradicsom is, kenyér is van. Azt, ha minden igaz, akkor felmegyünk, hova? Tiszabábornára. 20 éves koromban voltam ott haverokkal. Volt valamelyiknek ott ilyen weekend házuk, vagy ilyen apartman, vagy vendégház, ott voltunk. Ott van valami öböl, meg be lehet menni oda is egy csatornán. Nincsen messze innen a sziget felső részétől, szerintem 1-2-3 kilométer. Egy fél óra elvezés. Innen visszamegyünk a Tiszára, aztán fel a sziget mellett megint el, és akkor tovább, hogy 3 kilométer, ott lesz egy ilyen valami csatornára emlékszek, mert annak idején kijöttünk valami faladikkal. Be kell elvezni, és ott van valami belső ilyen strandos medence, vagy mit tudom én, hát mondjuk úgy medence, hogy Tiszató medence. Ha nem nagy, nem emlékszek, mert a térképen is olyan nagy, de hát majd megnézzük, hogy mi van. Ezt akkor utána meg ott kajálni, mert van itt még ez a csomagolt kaján, ez a rizs. Ezt kipróbáljuk, hogy milyen ízű.
kíváncsi vagyok rá, 700 forintért vettem még a múltkor, három van, egyet vagy kettőt, hogyha nem tudom milyen a dag, megkóstoljuk, hogy milyen az íze. Azt akkor utána lassan lecsorgadozunk a vissza Tiszafüredre. Hát hónap lesz, mit tudom én, vagy 10-15 km. Akkor a délutánra jó lenne végezni vele. Ezek vannak. Úgyhogy előre órát kikapcsoltam. Jó eső voltat. 10 óra lesz, 10 perc. Szóval. Na, baj, akkor már egy jó volt, kérlek szépen. Jó vagyok. Már most megszerintem. Jó lesz ez. Amúgy mindig sátrazni akarok otthon, szobában, mindig azt mondom, hogy meg mindenhol, hogy milyen fasz a sátrazni. Azt majd reggel fölkelek, megint a hátam közepén nem kívánom a sátrazást, meg a alvást, nem tudom mennyit fogok aludni, remélem alszok egész éjszaka. Nem is fontos, elrögtem. Deszkát kikötöttem, most kész, itt vannak a horgászok, majd hallják, nincs itt semmi mozgás, most még a vízen se. Nincsen rablás, meg ilyenek. Halak vannak itt szétszórva, halad, elmentem egy fütyülni oldalra, azt mondom, keszegek ide vannak szórva. Akkor megjöttem, ott valami ugrált a fűbe, itt vagy 3 méterre a sátortól, nézem, mondom, mi a tököm, az kígyó, vagy mi a fasz? Hát valami törpeharcsa volt az, aki dobta. Most mi jó ez, hogy most ide szórják a földre, hogy milyen dobja vissza a vízbe? Na mindegy, hogy ezek itt rohadnak meg a fűben. Nem értem én ezeket az embereket. Jaj, Meski, jó lesz aludni, hallod? Na jó van, bye-bye. Holnap folytatjuk vasárnap. Bye-bye. Parkettás, jó reggelt mindenkinek. Az idő már 3.10 van. Fel voltam már korábban is, de éjszaka az több részletben aludtam, úgyhogy mondhatni. Nem tudom. Nem voltam valami jó alvó. Aludtam, de sokszor kicsit. Baj, ó, hoppá, másik a nap. De 8 óra körül, vagy 7 óra, fél 8-kor voltam kint, akkor még gőzölgött a víz. Prima, nagyon jó. Mindegy is, korábban nem érdemes elindulni, mert hűvös van. Hát a Brighton óra az 10 fokot mutatott éjszaka, de szerintem kevesebb volt. Mindegy, mindjárt folytatom. Na hát akkor előbb bújtam a sátorból, már egy fél órája pakolászok itt. Jó, süt a nap, csak pont nem ide. Úgyhogy nem baj. Ezért lenne jobb ilyenkor úgy megválasztani, hogy reggel azért kicsit az embernek melegebbje legyen. Vagy melegebb hőérzete legyen, vagy mit tudom én. Vagy ha azt akarja, ilyen hűvösebb időben. Mert nyáron meg ugye nagyon prima ez a hely, mert később éri a nap. Tovább hűvös. Úgyhogy melegítettem most vizet, a tegnapi maradványt egy kicsit kiáztatom, meg majd van ilyen fertőtlenítő kedvőm, azt vettem, az a mosogató egyelőre, míg meg nem, megoldást nem találok rá, hogy mi lehetne valami bio, és pakolászok össze, hogy haladjunk, mert mindjárt megmondom, hogy mennyi az idő, már 10:45 van, kérem szépen, 10:45. Már 7 órakor fel voltam, de nem baj, mondtam, és nem is kell sietni sehova, mert úgyis hűvös van, hűvös, hideg. Ott vannak a halak szétszórva, sanaszét, meg ott is. Nem értem én ezeket. Na mindegy, gyorsan összevágom itt nagyjából a dolgokat, mert az a baj, hogy mindennek sora van. A sátor együtt van a hálózsákkal, addig nem tudom azt elrakni, úgyhogy egy pakban van az egész. Na, akkor kezdjünk neki. Kipakolok mindent, ugye? Kerestem a biciklis lámpát otthon. Nem találtam az Isten és a nagy erejűt. Hát mondom, ez nem igaz, elhagytam. Aztán útkor láttam a videókon, Tomaszék becsomagolták a kamerának az akkumulátorát a sátorba, azt egész nap nem tudtak videót csinálni. De nem volt pót akkumulátor. Aztán amikor este kicsomagolták a sátot, akkor lett meg az akkumulátor. Hát én nekem is eszembe jutott, hogy ez alapján, hogy ugyan meg kéne nézni a sátrat, hogy nincs-e benne a lámpa, erről beszélek, ez a biciklis lámpám, és hát benne volt. Úgyhogy még indulás előtt gyorsan fel tudtam tölteni.
este az világított nekem. Ezt oda vissza lehet húzni. Sátor. Kiakasztom ezt a szart. A tolvajok azok be is nyúlhatnak. Két darab cidrál kocsi van rajta. Lehet, hogy felfele vagy lefele húzni. Ezeket a fasza elokszák. Szövegeket el ne hagyjam. Ilyet nem tudok szerezni. Ezt a sátrat is lehet jobbra-balra. Na, ugye hamarabb le kellett volna szedni. Ki tudjon száradni, de már mindegy. Hova tökömbe terítsem ki? Hú, tiszta pár. Belülről nem láttok egyre párásra. Na, mindjárt. Leszárad ez szerintem. Gyorsan. Frissen. Na, így néz ki. Na, sátor. Nyáron ezt így lehet vinni. De lehet, hogy ezt már tegnap elmondtam este. Na most világosabb van, úgyhogy körbenézzük megint így is. Szúnyoghálós rég, jó szellőzik oldalt, nagyon prima. Itt is van egy bejárat ugye, őhordó, nem kell vinni semmit. Alatta van a sátornak a alátétje, hogy ne lyukadjon ki. Úgyhogy prima nagyon. Nem olcsó, de majd ez hosszú távú befektetés, aztán kész. Az van. Na jó, pakolászok, akkor folytatjuk hamarosan. Minden kurva YouTube videóban azt mutogatják, hogy unboxing. Hogy lehet szétcsomagolni? Hogy csomagolnak szét valamit, de legalább egyszer mutatnának meg egy olyat, hogy unboxing. Hogy kell összecsomagolni a rohadt. És ezért a hálómatracot, akkor a kispárnát, tessék, itt van, a gyári helyére nem megy bele a matrac. A hálózsák se fér bele, hát a fejpárnát azt még bele tudtam dugdosni. Rohadjon meg! Mindig úgy kell beletaposni minden szart. Néha, különben mondom, mikor a szapokat is megvettem, csináltam arról videót, hogy hogy volt össze, meg fotókat, hogy volt összecsomagolva. Hogy majd utána össze tudjam normálisan tekerni, meg minek hol van a helye gyárnak. Hát ezt miért nem fotózzák le, baszki? Ezt nem értem. Ez egy 25 literes? Aha. 25 literes vízhatlan. És akkor ebben... Az meg megjelentek a szúnyogok, már meg is csipkedték az arcomat. Lecsavarjuk, faszán, így, össze, gyérem, hát ha nem szakad szét, azt mondta, hogy csaj van rá fél év garancia, az kész. Tessék, mehet bele a nagy sátorba, vagy a nagy táskába. Hülyeséget beszélek már. Beindultak itt a horgászok is, mindenki kérdezi egymástól, hogy út a kapás. Jó teste, 3 kilós olyan, mint a hordó, elég hízottak a pontyok, de kicsiket fogtak. Majd én megkérdezgetem, mikor indulunk a hány fokot éjszaka. Mert a sátorban ez a Brighton ez 10 fokot mutatott, de én abban nem hiszek. Minden hidegebb volt. Hidegebb volt annál 10 fokot. Na most a nagy táskába is rendet kell tenni. Mindjárt mutatom, hogy hogy néz ki. Úgyhogy most még bele van szóra minden. Hozta a búvár neoprém csizmát is. Mondom, hát ha nagyon hideg lesz a víz. Itt át kell rendezni majd mindent. Prímán, itt ez lesz a ebéd, megmutatom. Ebéd, reggeli. Nem eszek most sem, nem vagyok éhes. Vagy eszek fehérjét. Na, vettem ezt a Denkmittes DM-be. Valami fertőtlenítő kendőt. Úgyhogy azzal egyelőre ez itt a jelenlegi mosogatási módszer. Ezzel eltörölgetem faszán a tányért, meg a kanalakat. Most más megoldás, vagy más ötletem így hirtelen nem volt. Majd a YouTube-on megnézem, hogy hogy kell ezeket csinálni. Jó, legalább fertőtlenít, meg
tisztára is törlődik. Tessék. Majd mikor esetleg még ma használni akarom, akkor majd egy kis forró vízzel átöblögetem, az kész. Otthon úgyis elmosom. De most más nem tudok. Felöntöttem az előbb, forraltam kis vizet, felázzam a tegnapi kaja benne. Fél liter ez a tányér. Rajta van, az is vesz ki. Minden rajta van. Nem prima. Úgyhogy eltörölgetem, az jó. Kis kanál is. Ó, de lassan haladok, kérem szépen. Most haladok. Ezt nézd meg, öcsém, milyen szarokkal is közlekednek. Hát hallod, nem lát előre. Javasz. Nagy bodega van felszerelve, ez a lakókocsi, vagy mi a faszom. Hát. Ilyet a németeknél nem látni. Mi? Ezt lehetne vinni, vennék, mint a cukrot. Nézd meg, még tévé antenna is van rajta. Mindennel fel van szerelve. Azt hiszem, ennek van napelem is a tetején. Onnan vesz áramot. Na. Így jobban kidugja a fejét, azt akkor látja, hogy hova vezet. Nagyon fasza. Akkor jön egy kis unpacking videó, ugye? Hogyan szoktam felcuccolni a szapot, mikor indulok? Mondom, felveszem, mert lehet, hogy engem se érdekel, de mást igen. Kezdjük valamivel, igazgatom közbe. Jön a nagy táska, jön az elejére. Itt van két gumipókom egyelőre, majd ez még a télen itt ki lesz minden tapasztalva, hogy mit, hogy jó csinálni. Vettem már a gumi gurtnikat, majd ezeket kialakítom. Ezek végeredményben az összes, ami most megy, ez nagyjából ilyen tesztúrák, tapasztalatszerzés, hogy lehet, mit kell elvinni, de még soha nem találtam olyat, hogy valamit otthon kellett volna hagyni egyszerűen. Pedig azon vagyok, hogy mondom, hátra rájövök, hogy mit nem kéne hozni, de ugyanazokat elhozom, mindig. De ez kell, érted? Akkor menjünk bicikli túrázni, vagy akármilyen túrázni, akkor is a fél ház be van pakolva. Nyugodjál meg! Ezeket ide lefogatom. Így. Ez itt marad. Na, nem mozog ez, nem lényeg. Utána van ez a háló. Ezt az autóhoz, az Alfához kaptam. Soha életemben, lehet, hogy már elmondtam a másik videóban, soha életemben nem tudtam használni semmire sem, mert szerintem nem az én autómhoz való volt, csak benne hagyták. Aztán most eljött az ideje 10 év után, hogy tudom valamire is használni. Na, akkor ide jön majd a kis asztal. Ugye? Ezt félre rakjuk. Ez jó fasz a Decathlonos asztal. Ezt nagyon ajánlom. Ijjjj, ujjamat nem összecsípni. Nagyon fasz a 4000 forint Decathlonba. Kurva jó. Tessék. Prima, össze lehet akasztani. Talán még így meg még fül is van, érted, hogyha cipelni akarod. Hogyha a hónod alatt nem bírod el, akkor tudod kis diplomatástokét cipelni. Ezt rakom. Még a tisztán felülete, ide rakom. Erre jön rá majd a kameratartó. Ez Rammont. Ez kurva drága, de kurva jó. Ez is. Hogy ezt behálózom magamnak. Így. Hú, de halszag van. Fogász. És akkor itt ezt leakasztjuk ide. Csába. Ez jó, ez a háló, ilyet használni, ilyen autó, csomagtartó háló, vagy mi a fasznak hívják. Ez napközben, amiket így gyorsan kézbe akarsz kapni, mondjuk kóla, üdítő, rákcsálni való, kamera, telefon, bármi lófasz, ezt ide be tudod csak dobni alá. Mindjárt mutatom, de jó, lesz most nálam egy víz, akár itt is megmarad.
csak példakép mutatom, nem esik le. Úgyhogy ez, most fordítva raktam fel a táskát, nem mindegy, nem így szokott lenni. A bögrét is minek hordom, de jó, elfér, hát ha kell. Hát ha kell a bögre. Na jó, ezzel meg vagyunk. Azt akartam mondani, hogy nagyon fontos, hogy a mentő mellény már rajtunk legyen. Ezt egy kicsit előrébb tolom. És akkor itt a vízszék. A vízszék az meg ide jön alá, gyári gumi alá, gumi alá, keresztbe. Ezt múltkor jöttem rá, hogy ez így fasza nekem. Így, ez a vízálló telefontok, ez ide van kötve. Illetve most ugye hoztam a grillezőt, az ördögöt, azt meg ide a táskához ide gúrtozom, aztán így el van. Na! Akkor jön a következő, a végét is meg kell pakolni, ugye? A végére jön ugye a hűtőtáska, nem mutatom a hűtőtáskát. Ez is új szerzemény. Fasza. Ebbe volt a csevapcsicsi, ezt még nem mostam el. Van még benne tojás, ugye kolbász hoztam, kóla, jégakú. Ezek már megvannak így olvadva, mert ezt előtte egy nappal be kell hűteni ezt a táskát, de most minden kurva hideg. Szerintem ki is veszek egy izotóniásat magamnak, fölfelé megiszom. Úgyhogy minden nagyon hideg benne. Kóla is, minden szar. Van energiaitalom még. Úgyhogy ez itt van. Egy nappal előtte úgy kell, hogy beletesz az ember jéghűtőakut, mielőtt tudja, hogy megy kirándulni, és azt akkor, mikor kirándulásra megy, akkor meg egy újabb adag jégakúval feltölti, és akkor bőven bírja a hideget tartani. Tojást azt egyelőre úgy szállítom, hogy félbevágok ilyen 10-es kiszerelést. Tudom, van 6-os is, de nem szoktam venni, hogy nem jellemző az üzletekbe. Inkább elvágok egy 4-esre, kicsit összehekkelem. Most egyelőre ez tűnik a legegyszerűbb, legcélszerűbb megoldásnak. Kész. Nyáron jó lesz, mert akkor 2-3 napra megy az ember, akkor akár fagyasztott húst is el tud vinni, és akkor lehet grillezni. Mi vagy mit tudom, ilyen csirkehúst főzni, vagy valami ilyen szírszarokat. Úgyhogy azért is vettem. Engem nem érdekel különben a melegben, hogy most meleg a víz. A torkom úgy megfájdul, hallod, a múltkor ittam jó ideget ebből a szarból, mikor lehoztam tesztelni, hát a torkom úgy megfájdult másnapra, mint a húzat. Jó, prima, tessék. Tegnap ugye ez a tetején volt, de most este úgy döntöttem, hogy lehet, hogy ez itt, engem ez nem zavar itt. Ezt ide leteszem, és csak ide kötöm valamihez önmagába, visszakötöm, táskához mondjuk, és akkor ez így el van itt. Csaparulunk be a vízbe, nem tervezzük a beborilást. Kész. És akkor könnyen hozzá lehet nyúlni a hűtőtáskához is menet közben, meg ebből is, ugye itt be vannak az elektronikai cuccaim. Belrakva, töltő, meg ilyen napi rákcsálnivalók, meg ilyenek. Úgyhogy ennyi, ennyi végeredményben. Így néz ki felszerelve ott a lis. Most ide kötöttem, ne onnan hátulról bogarásztam. Itt volt helye, a bokámra felrakom. Úgyhogy szerintem minden a helyén van, és indulásra kész. 11:30 van. 11-re terveztem, de már mindegy. De ez lesz még jó a beborítós történet, ugye tegnap felborult a picsába az egész. Be kellett volna még melegíteni. Tornázni, kérem szépen, tornázni, reggeli torna. Amit akarsz. Na, akkor menjen befele. Hát remélem nem fog beborulni, baszki. Szeretnél. Kurva nehéz. Hogy menjünk befele. Lopár.
kabátot azt kiveszem egyelőre, mert hogyha halászni kell a hajót utána kifelé. Prima! Várjál, mert majd a kamerát is be kell rakni a helyére, kérem szépen. Látod, ilyenkor már meg is jegyzem magamnak, hogy oda oldalra egy karabineres kötelet kell felrakni, hogy be tudjam forgatni a hajót, miután vízre raktam. De ez így csak töketlenkedés. Az egész. Ez így csak töketlenkedés. Gyerekek, meg vagyunk, mehetünk. Kihajózási engedély megvan. Úgyhogy lehet haladni. Ú, az öreg is a nagy garázsra le. Azt nézd meg, ezt még megmutatom gyorsan. Az nem semmi, apukám. Ez egy komplett 20 négyzetméteres garázs. Át kell nézni rajta, úgy lehet menni. Kempingszék, meg amit akarsz. Minden szar van benne. Itt voltak tőlem, vagy 50 méterre. De fasza idő van. Nagyon jó. Nagyon jó. Napszemcsit feltesszük. Aztán irány Tiszabábolna. Visszafele is mutatom egy kicsit a 9-es csatornát. Napsütésben vagy napfényes időben. Nincs nagy mozgás, kellemes, hogy a 20-21 fok lehet, így a napon. Pont nem izzad az ember, majd mire fölérek Bábolnára. A szúnyogok azok baszki úgy összecsipkedtek, hogy valami eszméletlen. De ruhán keresztül, úgyhogy fasza, na mindegy. De érdekes, hogy este nem voltak, mikor megérkeztem és a sát az összeállítottam, akkor volt egy pár ugye. De utána, amikor elkezdtem sütögetni, meg a tüzet beraktam, akkor nem volt, és egész este nem volt, míg kint ültem fél tízig, semmi. Reggel is úgy, mit tudom én, 9 óra körül megjelentek, gondolom reggeli. Reggeli idő volt, früstük. Früstük volt nekik is. Durván 2 kilométer lesz a csatorna hossza, amennyit bejövök a sátorozó helyig, a Tiszától. Épp most néztem, most tartok olyan 1,9-nél, igen. Még egy olyan 100 méter van hátra. Itt a zsilip. Nincsen vízmozgás. Nincs vízmozgás, a horgások is elmondták. Most, hogyha megállok az evezéssel, akkor se visz sem erre a víz, így egy helybe állok szinte. Úgyhogy azért nem is volt kapás, azt mondják. Na, itt balról lehet bejönni. Most lehet látni a videón. A zsilipnek a bal oldalától itt megy egy ösvény kifelé, ez kimegy a Tiszavalki gátra. Onnan jönnek be gyalog, meg biciklivel, meg ahogy csak bírnak. Úgyhogy ezen az oldalon itt annyira nem jó sátrazni. Bár nem jön ide be a kutya se baszki, fasz ilyen hülyeségekre gondolni állandóan, hogy jönnek, meg ellopnak, meg ilyenek. Hát, ahol most izéltem, azt szerintem valami sziget lehet, majd megnézem térképen, ott állat se volt. Madarak voltak csak. És kiérünk az élő Tiszára. 12 óra 10 perc van. Egy jó fél óra, az öregékkel megálltam. Dumálni, de nem is siettem. 5 km, hát olyan 4-es átlagban jövök kb. De nem sietek, mert még nem vagyok bemelegedve. Meg nem is bírok sietni. Mit magyarázkodok? Faszomat magyarázkodok itt, hogy nem vagyok bemelegedve. Fasz, én nem ittam sört, meg pálinkát, nem? Ennyi. Ó, tükör sima a víz. Nagyon fasza. Nagyon fasza. Úgyhogy elkanyarodunk balra föl. Most a szigetnek a bal oldalán megyek el, tegnap este a jobb oldalán mentem, fölfelé, most a
sziget bal oldalán megyek el. És akkor irány Tiszabából. Na, szerintem 2-3 kilométer lesz. Valahogy így, satszolom. Fél óra-óra alatt fönt vagyok. 2,4 km volt a csatornán a mostani evezésem, és 35 perc alatt értem ki. Öregék se értik, hogy mit csinálok én itt. Na, mutatom közben itt tegnap a szigetről, hogy miről beszéltem. Itt van egy fasz a sátorozó hely. Mondjuk ezt úgy lehetne megoldani, hogy ugye a tegnap mutattam, a végén volt az a nádasos rész, ott kiszállni, azt elhozni idáig a felszerelés, mert itt te fel nem húzod a deszkát ezen a meredeken. Ez van, vagy másfél méter magas a plac a vízszintől. Úgyhogy ez így alkalmatlan. Hát, hogyha ketten lenne az ember, hogy mit tudom, az egyik lepakolja a csomagot, a másik addig fogja a deszkát, az úgy jó, de így egyedül ez nagyon gyilkos. Tessék, egy környezetbarát horgás sátor. Vasárnap délben megy itt, kérem szépen, a vidám dallamok flexre és motoros láncfűrészre kombinálva, vagy komponálva. Csak úgy nyomják neki. Na, beérek a kikötőbe. Vannak itt csodaszerkezetek, kérem szépen. Vannak itt csodakék szerkezetek. Ez a 3dracing.hu, ez orra akar esni. Ez valami nagy bulihajó lenne, vagy mi a faszom itt balra. Ezzel a sátorral. Aha. A botok be vannak dobálva, vagyis hogy nem a bot, a horog van bedobálva. A másik végén kint ülnek. Hát remélem meg lesz hamarosan, hogy hol van a kis csatorna be Tiszabából nára. Jó ebédhez szól a flex, igaz? Jó napot! Tiszabából nára hol tudok bemenni? Nincs már meg az a csatorna? Volt régen valami. Aha, jó van. Köszi. Nem a faluba akarok, oda a strandra csak. Oda bevisz, nem? Azt akartam. Ez igen, kérem szépen, nyomatják. Itt meló van, vasárnap is a Suzuki. Ja, látom már, a Suzukinak a hátulja fel van nyitva. Megy a operáció. Azt még nem látom, hogy mit szerelnek. Ja, az alját. Aha. Hú, nagyon fasz a bádogcsónak. Jobb is, ha nem látod. Adják neki, ketten is. Ketten csinálják, párba, duó, duettet csinálnak. Neki vannak vetkezve. Apukám még izét is hoztak. Alumínium létrát hozzá, ja, mert a konnektor az fent van a lámpaosztopon. Jó, ez fasza vasárnap ezt hallgatni. Munkásruha, amit akarsz. De vannak ezek rendesen öltözve, ahogy kell. Na, megnézzük, az öreg még itt azt mondja nekem, hogy sétáljak. De sétál a faszom, azt sétálja. Nem ettem én meszek, sétálgattam. Evezni jöttem, nem sétálni. Itt megint le van lassulva a vízfolyása, úgyhogy érzésre könnyebb evezgetni. A hajót úgy hívják, hogy gonosz, kérem szépen még. Ahogy elnézem, még van benne ilyen gázkonvektor is beszerelve. Fúba nyomják a horgászatot. Na, itt az öböl, itt megyünk be. Az öbölben, ami a csatorna itt van, itt fogunk bemenni. Jó, emlékeztem én, hogy be lehet itt menni. Megyik sütésküldés is van, kérem szépen. Egy kondérba. Ó, nagyon alacsony itt a víz, nem baj.
megpróbáljuk. Megpróbálkozunk mindennel. A motoros csónakkal annak idején voltunk. Hát ez még a 90-es évek vége. Akkor jöttünk itt. Nem tudom milyen hosszú. Most van 1:45, amikor beértem. Na majd megnézzük. Nem olyan hosszú ez különben, szerintem egy pár száz méteres. A mélységét megtekintem, ott körülbelül egy méter mélyig taladtam a víz. Nem mély. De viszont a partfal az elég magas. Fasza, tetszik. Sátorozási lehetőség az nincs egyelőre. Kurva nagy gaz van, még ha kirángatod, de itt is a talaj magassága, az körülbelül olyan jó másfél méter. Úgyhogy sátorozásra így szappal alkalmatlan. Ahogy elnézem, itt a kanyar után már megint egy kikötő van, és úgy érkezünk be a kiszabából, nai öbölbe, vagy medence, vagy nem tudom, valamilyen ilyen tószerű képződmény van itt bent, amit majd meg lehet tekinteni. Apukám, itt megállt az idő, itt semmi fejlődés nincsen. De az a baj, hogy nincs is rá igénye, ahogy elnézem. Ugyanazok a szarcsónakok vannak, mint a 70-es vagy 80-as években. Minden le van pukkanva. Ugye, fölösleges is ide pénzt investálni. Mondjuk akinek a nyugalomra van szüksége, annak jó. Nem, semmi fejlődés nincs itt. Biztos nem láttak még ilyet, mint én. Meg is kérdezem tőlük. A biciklivel itt voltam, vagy hova jöttem? Valahova jöttem én biciklivel. Annak idején. Az öreg az ő. Jó napot! Láttok-e már ilyet erre felé? Láttunk már, nem egyet-kettő, csak éppen most mondom, hogy nem ilyen kivitelbe. Nem? Te vagy itt erre az első. Az a lapos deszka volt. Ez is az. Csak fel van szerelve. Hát igen. Na jó, majd találkozunk még visszafele. Köszi, viszlát! Ez is egy zsilipkapu, úgy látom. Bízom benne, hogy nem akadok fenn semmibe. De ide csónakkal is be tudnak jönni. Ilyen falabikus szárral. Már nézem is, hogy milyen mély. Ó, betonozott az alja. Egyből megörült a lapátom. Azaz. Jó van. Jó van, ügyes vagy. Aha, megérkeztünk. A tóra. Az itt a tóra. Jó, ez nagyon izgalmas lesz, kérem szépen, itt be van nőve már. Ez a víziszöldő, vagy mi a tököm. Ez nagyon izgalmas lesz, kérem szépen. Nem baj, a strandra hátra ki tudunk jutni. Egy sütés, főzés erejéig. Valami csak van itt. Ó, baszki. Jaj. Na prima. Aha, ott a strand. Balra. Ki van bójázva. Van ott valami stég is. Meg is nézzük. Hú, elég komoly, kérem szépen. Az elég komoly. Mi homokoszra van? Megcsinálom. Szedem itt fel az információkat, kérem szépen. Most készült el így a nyár végére ez a strand. Homokos strand. Nyáron elég sokan voltak, most még ingyenes volt. Viszont jövőre elképzelhető, hogy fizetős lesz ez itt mindenhol. De jó néz ki. Már megnézzük közelebbről is. Ez nem tudom, ez itt ilyen belső medence. Aha, elkerített belső medence. Ez a kék. Már mindjárt megmutatom.
Vannak ezek a úszókötelek, meg bóják, hogy ne jöjjön át az ember, hát majd én valahogy át kell rajta mennem, mert én ki akarok itt menni. Valahogy biztos, hogy fel fogok akadni rajta, de megpróbálom lenyomni, azt így nem. Na, ebbe belső medence van. Tehát így van, hogy gyerekeknek is alja, nem minden, amit kikötünk. Na, kikötöttem. Azért jó a part, mert tiszta súlyom az egész a picsába. Na ez kurva jó lehet itt strandolni nyáron, hallod? Mikor beletaposik mezétlába, súlyomba, itt van, tessék. Hát tavaly ilyennel lyukasztottam ki a deszkámat is. Még jó, hogy nem húztam ki az egészet a picsába. Vihettem volna, az meg gyalog haza. Mindegy. Nem tudom ezzel mit lehet csinálni, semmit sem lehet a súlyommal csinálni, ez a baj. Na, ide kipakolok egy főzésre. Nem tudom, hogy kéne kikötni, vagy oda kéne kikötni ezt a szart. Már most felidegesítettem magamat a súlyom miatt. Szívesen kihúztam volna ezt ide a partra, de nem merem, mert baszki, mindenhol van, mindenhol. Belehúzom, kiukad francba. Aztán nézegethetjük. Egyébként a víz fasza nem annyira vészes, amit belementem. Na, ez ilyen, mit tudom én, milyen műanyag hordókból van össze pattingatva. Érdekes, össze van csavarozva az illesztéseknél. Látod? Ez is hozzá van tekergetve. Jó találmány, műanyag minden. Az egész puha. Sunni Dock. TR. pms.com.tr. Törökök csinálnak? Na mindegy. Úgyhogy fasza. Ez ilyen belső medence. Ez nem van hálózva, hogy látom. Nem tudom, milyen mély lehet. Be nem megyek. Ott a létre, aha. Ez lehet, hogy gyerekeknek vagy a franc tudja. Azt mondta itt az öreg, hogy ennyi a tó körbe. Ott is van valami táblakint. Majd ha végeztem, akkor szerintem körbe megyek, megnézem, van-e itt valami sátorozó hely. Felderítem. Aztán végeredményben ennyi ez az egész. A part. Jó, stabil viszonylag. Már mélyebb a víz. Na jó, egyelőre ennyi, aztán valahogy megpróbálok főzőcskézni. 11.37-kor indítottam a trekket, 7,4 kilométert jöttem eddig, és most van fél kettő múlt 10 perccel. Mi lesz a főzés tárgya? Gázpalack összeszerelve. Most amit főzök, van egy olyanom, hogy Take Eat Easy. Ez egy egyszerű összétel, az étel házias ízű. Csirkemell rizsdel, édes savanyú mártással. Ezt megvettem, hogy 3 hete. Ilyen belül. Hát inkább 2 megeszek szerintem, mert egy lehet, hogy kevés lesz, ma még nem reggeliztem. A másik változata az meg köri mártással ugyanez. Majd mindjárt elolvasom, hogy hogy kell csinálni. Örülök, van még hidegüdítő, mindenem. Fasza ez a strand, nagyon homokos. Előveszem az egyszálygot. Fazek, nem is tudom már mibe fogom főzni. Szerintem lehet, hogy ebbe az edénybe, majd meglátjuk. Hát, bazd meg, ebbe is belefér a serpenyőbe. Lehet, hogy ebbe egyszerűbb lenne. Na mindegy, majd mindjárt. Akkor kezdjük a főzést. Édes savanyú mártással ide készítettem a főző berendezést, ugye. Nagyon jó dekatlonos, ilyen teflonos bevonatú, nagyon fasza. Használati útmutató, az itt van, jó étvágyat. Edénybe 10 percig lehet főzni, ha fel se bontom, íme a termék, ugye. Ha fel se bontom, akkor forró vízbe 10 percig főzem, amíg a műanyag gondolom meg nem olvad. Mikrohullám műsítőbe is 10 percig, nem, az csak 2 percig kell. Serpenyő vagy fazék csomag tartalmát melegítsük 10 percig. Itt minden egy a lényeg, hogy 10 percig menjen. Na, egy dolgot felejtettem, mert ugye a bicskát kell keresni. Tegnap még megvolt valahol a bicskám, de itt van. Mindjárt megnézzük, hogy hogy is néz ki. Mert kéne valami kanalat eszközölni.
amivel megkavargatom, és homokot nem beletenni a kajába. Mivel fogom most? Villával legyen? Hát vist, azt villával kell, nem kanállal. Na nézzük akkor, hogy miből élünk, kérem szépen. Először felbontom a rist. Na itt nézzük, hogy önséges, mi is nyomkodjatok meg a kutyával. Rizs így néz ki, elég primának tűnik. Belerakjuk. Ez meg ez körülbelül a fél fogamra elég, de meg is nézem, hogy mennyi a energia tartalma. 10 deka termékben van 108 kalória, ez 300 gram a nettó tömeg, akkor ez 300 kalória. Ó, baszki, ebből meg kéne ennem fél óránként vagy óránként egyet az evezéshez. Na jó, most bontjuk a másikat. Ez lesz az édes savanyú, ugye? El ne felejtsem, hogy mit eszek. De lehet, hogy a savanyút kellett volna először belerakni, mert azt felmelegíteni, de 10 percig? Mi a tökömnek 10 percig ezt? Bakker, én ezt nem értem, hogy mit kell 10 percig ezen baszoktatni. Aj, bazd meg. Savanyú. Nem lesz olyan nagyon savanyú. Aha. Na, bazd meg, van benne. Várjál, mi van benne? Csirke? Egy darab csirke van benne. Mindjárt megmutatom, hogy milyen csirkehús, vagy mi a tököm lesz ez. Milyen darab. De ez hús, rendes hús, tessék. Ilyen rendes hús van benne. Na jó. Meg van ilyen szecsuálni, valami lófasz. Azt írja a csirke, de hogy a csirkének a melyik része ez, azt nem tudom. Mert elég sötét. Ízre elég jó. Na, menjen akkor ide bele. Hú, nagyon jó az íze, baszki. Nagyon fasz, tényleg. Akkor ez így de belemegy. Most mindjárt alá pörkölünk a picsába. Na nézzük. Nézzük. Baszki. Igaz? Nem. Na most. Tökéletes. A szecsuáni. Édes, savanyú. Kérem szépen. Az édes is, meg savanyú is. Csinálunk róla egy fotót. Ne, nagyon komoly. Komoly termék. Melegszik, már lassan letelik az a 10 perc, de jó meleg lesz ez a szecsuáni. Nagyon prima. Bakker, de jó is az illata. Nagyon jó az illata, nekem tetszik. Egyelőre a csirke húsnak a típusát azt még mindig nem ismertem fel, nem tudom. Lehet, hogy ez is valami kínai csirke, azért nem ismerem. Ezért nem egyezik meg mással. Jó, kemény húsú. Lehet, hogy ez már tyúk. Az is lehet. Hagyj melegedjen még. Meg kóstolom. Van puha izé, a friss. Ezt már előtte a Wong Xin Jo már megfőzte. A nézőközönség elment. Hozták ide a kutyát. Aztán látták, hogy hülye magába beszél a kamerának. Aztán elmentek. Jó lesz ez, megkóstolom még majd a köriset is. Visszafelé kell a kraft. Lefelé. Nagyon éget a nap. Iszonyú. Nagyon durva. Nincsen meleg, de éget a nap. Szerintem ez jó lesz. Elzártam, mert ehhez már megint ilyen 50-60 ezer forintos gázfőző kellene, ami ilyen szeles időben is működik. Van még benne gáz, de már elég kellett tennem ezt a műanyag vackot, hogy melegítsen. Jó van ez, már 10 perc bőven lejárt. Fúj a szél nagyon. Megkóstoljuk, hogy milyen ez a szecsuáni. Figyelj, ahhoz képest, hogy ilyen dobozos vagy mi a tököm. Jó. A hús is jó benne. Mennyi tartósító lehet már benne, baszki, hogy kellemesen savanykás. Az édeset még nem érzem benne. Majd az biztos a végén. Ha eszek hozzá egy cukorkát. Jó.
Szerintem prima. Ajánlom ezt a terméket, nagyon jó. Megkóstolom még a körüset is. De amúgy lehet, hogy egy evésre ennyi bőven elég. De mindegy. Otthon úgyse akarok ilyeneket enni. Már megvettem, akkor meg megromlik. Itt ad van a lehetőség. Kell a kalória, le kell még evezni, vagy 10-valamennyi kilométert. Süt a nap, csend van, fasz a minden. Nagyon jó. Megint csak azt tudom mondani, hogy ez a ortopéd Decathlonos villa meg a kanál, hát az Isten hallod. Itt bemész a boltba, röhögsz rajta, de annyira kibaszottul használható az egész, hogy valami eszméletlen. Viber. Az igazság, változott a terv. Egy perce, hogyha megettem ezt a szecsuánit. Aztán nem csinálom én már meg a köriset. Bármennyire is azt mondtam még az előbb 5 perccel, hogy megcsinálom, de nem csinálom meg, mert tényleg jól laktam vele. Most azért tök fölösleges, hogy most kajakómám legyen, aztán lefele ne tudjak úgy normálisan nevezni, vagy mit tudom én. Nem csinálom, bőven elég volt ez egyszerre. De ezt most azért veszem föl, hogy tudjam azt is, hogy tényleg meg el tudjam mondani, hogy ez a mennyiség, ez mennyire jó. És ma nem reggeliztem. Jó laktat, majd szerintem még eltelik 5-10 perc, még jobban nem leszek éhes, de már most tényleg teljesen elég volt. Tök fölösleges lenne most megennem, megkavarni a másikat. Összekeverni a szecsuánit a körissel, még a végén összeverekednének, azt guggolhatnám végig az utat visszafelé, jobbra-balra a vizen. Nagyon jó itt ülni, nagyon jó csend van, hallod, kellemesen fúj a szél, de éget a nap, nagyon, nagyon éget. Hát, hogy valami okosat is mutassak. Hőfok 31,7 Celsius. A víz az pedig 19 Celsius fok. Nem semmi, nem tudom ezt a hőmérsékletet, ez honnan mérte, hogy ez nap alapján vagy mi. 3-4-3 van. De ami okosság, amit akarom itt mutatni, ez a napelemes lóca. Kérem szépen, itt van a napelem a tetején. Még nem láttam ilyet élőbe. Nagyon ultramodern helyen vagyok. Ez szerintem, minek szokták, indukciós töltőnek? Igen. Az lehet az, szerintem az a kettő. Illetve itt pedig van ilyen USB csatlakozó, és oda bedugod a telefontöltődet, és tölt. Az én telefonom a Supercharger-es, aztán kíváncsi leszek, hogy ez most mivel tud tölteni. Akkor nézzük, hát ha nem bassz el. Az, bakker. Mit ír ki? Sima töltés. Ott van. Töltés. Töltés. Sima töltés nyom. Nagyon fasza. Megnézzük a másikat is, hogy működik-e. Ezt is. Tessék, tölt. Csak úgy zajlik bele az áram, kérem szépen, zajlik bele az áram. 7,5 kilométert jöttem ma. Fasza. Jó. Hát akkor itt is hagyom tölteni, hagyd töltse. És 57%-on vagyok. Na jó, akkor ezzel is okosabbak lettünk. Csak ne felejtsem itt egyiket sem. Mennyi az idő? 3:30 van. Felpakoltam, úgyhogy húzunk visszafelé Tiszafüredre. Prima, minden, ettem, ittam, jót pihentem. Faszom, nagyon jó meleg a víz, azt a mindenit, legszívesebben most még belefürdenék. Tényleg van 19-20 fokos itt kint. Lehet, hogy bent azért hűvösebb, de itt nagyon fasza. Nagyon jó érzés benne lenni, de nem fogok most fürdeni, mert megfázok, mire leérek Tiszafüredre. Még van 2 óra hosszú evezés körülbelül, az olyan 10 kilométer. Úgyhogy haladjunk. Akkor még kicsit mutatom visszafelé a csatornáig az utat. Ugye innen jöttem jobbról. Lehet is nagyjából látni, hogy ott ki van kopva a vízi növényzet.
jobbra megyünk befelé. Azóta sincs egy árva élet se. Egy-két horgászt látok a távolba. Szerintem itt is lenne egy-két fasza sátorozós hely nyárra. Majd esetleg biciklivel erre jövök szétnézni. Most már nem húzom az időt, már elment. Megint elment az idő. Elpihentem ma a napot. Én mindig elpihenem a napot. Na mindegy. Felkelhettem volna korábban, de így volt jó. Legalább pihentem, meg aludtam reggel is. A szecsuáni hatás az továbbra is tart, kérem szépen, csak más hatása ne jöjjön. Azt nem szeretném. Mert akkor kapaszkodnom kell a szapon, ha a másikféle hatása előjön. Nem bírok olyan gyorsan manőverezni. Jó, prima. Ja, azt is elmondom, a kólát ugye tegnap beraktam, de a Lidl-be vettem a fél literes kólát, és nem volt hűtve, csak ott a zsugorfóliából vettem ki. Aztán ugye beleraktam a előhűtetlen hűtőtáskába. Na, a lényeg, hogy most is még kurva hideg, mint hogyha hűtőből vettem volna ki. A jégakuk már felmelegedtek, és akkor tegnap mikor indultam? Délbe? Vagy kora délután? Kora délután indultam szerintem valamikor, most nem jut eszembe. Akkor végeredményben 24 óráig bőven tartja hidegen. Jó, éjszaka is hűvös volt, mert kurva hideg volt este. De szerintem ez nyáron is használható lesz, vagy két napig. Ez úgy lenne Isten igazándiból jó, hogyha előtte ugye egy napig behűteni az ember a üres táskát akukkal. Áthűlne az egész táska, és mikor elindul, akkor friss jégakukkal vagy jéggel megszórni az egészet, és akkor úgy elvinni. De használható. Megérte. Jó eset most azért jó hideg kólát inni. Na, itt megyünk vissza akkor a csatornába. Bele. A csatornába. Na, ezennel ki is értünk a Tisza folyóra. Van itt, milyen büfé van itt. Jobban nem látod. Komolyan mondom. Jobban nem látod, milyen büfé van itt. Szóval, nem tudom, nagyon elmaradott itt ez a környék. Igénytelen. Hogy így nem fejlődik semmi. Legalább nem mondhatom azt, hogy nem fejlődik, mert ez a strand, ez most kurva jó nézett ki. De így nagyon sok minden nem fejlődik meg. Hogy mit tudom én, ugye az ízlésvilágot azt meg nem lehet pénzzel alakítani. Mondom is, hogy vagyunk, kereken 4 óra van, kilométerbe, megmondom azt is, bemondom, hogy állunk, 8,5, 1 kilométert jöttem a strandtól, úgyhogy haladunk lefelé. Lefotózom már ezt a szar ezért kikötőt. De gyerekek, a flexelés most pihentetve van, de ott van még, be vannak izélve, ojjaj, jönnek, mennek. Ó, de szép hajó. Nagyon szép hajó. Ér majd egy milliót is a végére. Mindenki lesz rendesen flexelve. Na jó van. Haladjunk, mert nem haladunk. Csak tudnám, ki volt ez a marha, aki azt mondta, hogy folyással irányba egyszerűbb, meg gyorsabb bevezni. Hát a faszomat, bazd meg. Tök mindegy, hogy most fölfele vezek nekem, vagy lefele. Ugyanolyan szarul megy. Na, ide értek mellém. Hát ez nem rendőrségi tónak, ez valami rezsicsökkentős üzemmódba üzemelő jak. Mikolsz, szevasztok, integettem nekik. Na, beszélgetni kell, adjál neki, izét, kakaózd le. Mindjárt. Hogy? Hát Füred! Hát lent voltam a 9-esen, oda-vissza. Hát kint aludtam a 9-esen. Mi ez a újság? Na már le is fotóztak, kérem szépen, benne leszek a újságban, remélhetőleg. Donis Curtis lefotózzák. 16 óra 20-kor leértem a szigethez. Mindjárt mondom, hogy mennyi a kilométer óra állása, hogy tudjuk, hogy mennyire van ide. 10,8, 7,5, 3 kilométerre van a strand innen a szigetnek a felső csücskétől. Azért mondom, minden meg még 6 kilométer a balneum. Úgyhogy olyan 10 kilométert kell összesen mennem.
Még ott ért be a buli hajó befelé. Azt szerintem azok lesznek az a villanyos hajók. Nem sokkal megy gyorsabban, mint én. Na, hátra nyúltam már egy maxé. Prima, jó hideg még mindig. Egy max, mert ki vagyok. Úgy de fasz a hideg. Nagyon jó. Ez aranyat ér ez a hűtőtáska. Ezt le is nyomom. Jelentem, a szecsuáni nagyon beindult. Egyszerűen alig bírok megállni a deszkán, mikor a löket kijön. Nagyon jó hatással van, legalább gyorsítok egy kicsit, néha-néha. Felsiklik olyankor a deszka is a víztetejére. Úgyhogy... Hogy az a tartósítószernek hatása, nem tudom, de jó esik, az a lényeg. Ott mennek a csónakkal. Az öreg lefotózott oldalról, előről, mindenhonnan, bazd meg, mutogatom neki, hogy álljanak meg, mert már én is hülye, bazd meg, képsőn kapcsolok. Hogy mondom, elküldetném vele a fényképet, erre bazd meg még 100 méterről is lefotózt. Mert mutattam neki, hogy fénykép vagy valami, hárman is hátra néztek, integetek nekik, hogy álljanak meg, így mutogatom lefelé a kezemmel, nem bazd meg, visszaintegetnek. Hát komolyan mondom, nem hiszem el. Előbb megálltam beszélgetni a horgászokkal, mert körömpörköltet esznek. Mondom, konzervet dobjak, hal konzervet? Nem kell azt, hogy a körömpörkölt. Fogtunk azt, hogy egy 10 kilós halat, leszettük a körmét, azt megfőztük. Mondom, az fasza. Mert piálni is hívni akartak meg enni. Hát mondom, már most késésben vagyok, úgyhogy így nem megyek izélni. Nem megyek enni, inni. Majd jövőre. Amúgy nincsen problémám, mindig lelassítanak, vagy kikerülnek. Az előbb volt a csávó, integettem neki, hogy mondom, toljad neki a gázt. Hát tolta neki, hallod, nyomott akkor a hullámot, az egyméteres hullámon majdnem orra estem. Úgyhogy lehet gyakorolni. Azt akartam még mondani az előbb, mikor meséltem a horgászokkal, hogy körömpörköltetettek, hogy kell még egy kamerát felszerelni ide, mert az egyik ez ugye előre van. De állandóan én nem állítgathatom jobbra, amikor ilyen nagyon hirtelen, mit tudom én, nem tudhatom előre, hogy melyik csónakossal vagy horgásszal fogok beszélgetni. Aztán az olyan szar, mikor mindig csak elmesélem, hogy kivel beszélgettem, meg mit beszélgettem. Úgyhogy jó lenne egy kamera, ami folyamatosan oldalról vesz, vagy engem vesz, vagy mit tudom én, mert körülményes mindig itt állítgassam, forgassam, meg előre nem tudom. Az meg mindig oldalra lenne, vagy valamelyik irányba állítva. Aztán előtte bekapcsolom, aztán vagy lesz duma, vagy nem lesz duma, mert néha olyan jó dumák mennek. Így meg nem készülök fel rá előre, eléggé. Na mindegy, ezt majd a jövőben ezt is ki kell skubizni. Hát, ha lenne valami másik kamera, ami még jó erre a célra. Vagy magamra aggatni egyet, egy mellkasomra, amit mindig itt lenne fönt. Azt hittem már, hogy sötétbe érek vissza, 5:30, és most értem le a csatornához. Tehát itt még süt a nap. Egy jó ideig, úgyhogy még a Csiszafüredre beérek, az egy 20 perc, úgyhogy még fasz a világos lesz. Elég lesz ez mára, kérem szépen. Volt benne minden. Nem mondom, hogy esemény, szegény volt a túra, de pont jó volt szerintem. Prima. Én jól éreztem magam. Érdemes volt kijönni. Ó, kész, megérkeztem. Hello. Hol voltatok, szemetet szedni? Tiszabábolnánk. 100 kilométer. 10. Oda-vissza. Hát én kint aludtam a 9-esen, úgyhogy onnan mentem föl. Én már tegnap kijöttem délután. Király. Jó utat. Na, sziasztok, ciao ciao. De szerintem ez a srác, aki a szemétszedő. Itt a Facebookon láttam, vagy valami ilyesmi.
is tégelünk. Felszaladok a gurulós kocsié, és ezennel zárjuk ezt a vizitúrát. Zárjuk ezt a vizitúrát. Ó, baszki. Ott végzünk, ahol elkezdünk. Már ne boruljon be. Ó, jó, vissza tudok menni. Nagyon ide össze van halmozódva a vízi növény. Valahogy ki kéne majd húzni a kocsi, vagy ne boruljon be. Nem tudom, majd valami szisztémát ki kell találni. A cipőt is ki kéne venni. Na, ó, jó van. Kint vagyok. Kint vagyok, kérem szépen. Úgyhogy, na, egyelőre ennyi. A vizezésből elszalok a kocsié, fölrakom, aztán zárszó. Gyorsan bemondom még, hogy 18,5 km lett a mai táv. Úgyhogy durván, hát ahogy satszoltam, 10 km ugye a Tiszabábolna innen. Bepakoltam a felét a kocsiba, azt most megpróbálom kihúzni. Borulás nélkül. Próbáljuk itt áthozni. Na, ha jó lesz. Na, jó van, megvan. Akkor ne állt fel a kicsába. Ott van, gyakorolni kell. Úgy van, négy költ. 1 kilométer, 2 kilométer. Hol kell besúlyozni a deszkát. Jó van. Ennyi volt a mára, meg a hétvégére, úgyhogy gyorsan összepakolok, és húzok haza. Bye bye, ciao.